Üdvözlök ismét mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Morrowind végjátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben ott hagytam abba, hogy elindultam, miután, mint Nerevar, minden törzsben végre elismertek, elindultam a rögös úton, hogy ezúttal, mint Hortátor is elismerjenek a nagyházak, és ez pedig a út az valószínűleg a Redoran házon át vezet, amennyiben ugye az ő questjéket fogom vinni, az a sejtésem, és ott felküldtem magam ugye egy kicsit, és ők elismernek engem, mint Hortátor, akkor a többi házat már elvileg meg tudják majd győzni. És hát ehhez indultam egy quest nyomán rögtön. Egy új quest volt, hogy vigyek el valami potiont, vagy nem tudom már micsodát veszteni ide Al-Belotiba. Viszont útközben beugrottam pár helyre, és most többek között bekerültem egy ilyen dungeon-hez, és most közben azon akadt el a szavam, hogy hogy jöttem ide úgy, hogy itt nincs felfedezve a térkép, hogy ez most így... Na mindegy. Úgyhogy itt vagyok egy ilyen shrine előtt. Lássuk is, hogy mi van bent. Egy-két karakter már lesz. És a felfordulás lett hirtelen, hoppá. Igen. Tömegünk az viszonylag ugye most nagy. Hoztam pár ilyen vittókalapácsot, mert annyira amúgy sem csökkentettem le sajnos. Mint ezt esetleg lehetett volna, vagy érdemes lett volna. Expanzív. Hát ilyeneket már nem rakok el őszintén. Megmondom. Hoppá. Mit akart ilyen nagy páncélba varázsolni? Extravagáns, ezt akartam pont, igen. Az előbb is mondani, hogy extravagáns, most már meg ilyen exquisite, azokat rakom el inkább, de... és sima cuccokat már inkább nem. Na, mit akarsz, haver? Nem néz ki rosszul ez a Vorex, kétségtelen, de... nincs rá szükségünk, úgyhogy ott marad. Hogy erre sok cuccra sincs szükségünk itt. Jó. Az itt ennyi? Ó, dehogy is. Volt fent is egy ajtó, ugye, amit most ott hagytam, de hát valamerre menni kell, úgyhogy... ezt már max visszafele megnézem. Érdekes, barlang rendszerbe lemegy az oltár. Hú. Azt a mindenek, nem is kicsi barlang rendszerbe. Jaj, nem lecsúsztam, ez necces volt. Ahogy nem. Ez igen szép kiparlami rendszer. Aha. Ott áll lent valaki, meg van jó sok cucc. Jó, hogy ott mentem volna, végül is. Na, hát menjünk le itt akkor. Egy van jármas? Nem rossz. Valamit rám jó. Hát Burden, tehát. Nem tudtam megmozdulni. Kis plusz terhet rótt a nyakamba még. Még bár nem hiányzott, de... oldottuk. Ebony left pantról. Igen, jelen van most is, ez oké. Okay. Ebony right vészerben. Vészer, szerintem a helyet van ugye már ez a Daedric cucc. X-Men-ös, ott igen. Ebony Graves. Ja. Hát igen, na mindegy. Az nem hangzik rosszul. Hát ezt hagyjuk inkább már.
Fúda, megijedtem, mondom, nincs a lockpickem, mi csináltam, azt rájöttem, nem jó kategóriát nézek. Lehet, az csúnya lett volna. Jó. Hoppá, mennyi cucc? Hát... Igen, mi az, ami még megéri? Ez megjöhet. Ez nagyon gyenge egyértelműen. Nem gyenge, gyenge. Exquisite-et még elrakom. Azt már nem. Hát igazából ez sem rossz. De szerintem már ilyenből elraktam egy-kettőt, és annyira nem egy forradalmi. Hagyjuk itt, úgy döntöttem. Van. Egyértelműen jöhet. Na, Destruction-om nőtt, az jó. Hát ez a hely akkor szerintem itt ennyi. Igen, mondani akartam, a tervírás gyanúsan kicsi lett. Nem véletlenül restore. Restore. Ezeket jó, hogy megtanultam ezeket a restore mágiákat, mert ilyenkor ugye iszonyat nagy szívás. Most tegyük fel vagyok pokolva cuccokkal, mennék vissza. Rányom egy ilyen átkot. És hát egy ilyen distraction-t ugye az attribútumomra. Beragodok egy kisebb strenggel. És ha nincs nem ugye potion, vagy ez a mágia, amit most megtanultam, nem nagyon lehet mit csinálni. Nagyon nagy szívás, nagyon szemét helyzet tud lenni. És hát volt már rá példa nálam is, úgyhogy azért is tanultam meg végül ezt a mágiát. Azt hiszem, hogy ha most itt nincs levitáció, mint hogy jövök fel igazából. Ezen fel tudok ugrálni. Hát, ja, végül is fogjuk rá. Igen, kicsit bajosan, de meg lehet oldani a közlekedést. Nézzük egy belső térképet, hogy ez mennyire lett felderítve. Szerintem van ott még fent olyan szint, ahol esetleg el lehetne, meg érdemes lenne menni. Megpróbálok egy levitációt. Na, egész jó a szállósok. Egész jó sebességgel, úgy értem. Volt a... Itt volt egy kis esély, mert beszorulok. Joppá! Szerintem most egy kör tudtam járni, így van, és látszik, hogy itt már nincs semmi. És ez ennyi volt. Jaj, de ügyes vagyok. Igen, ezt most iróniával értettem, hanem volt egyértelmű sajnos. Na. Jók, ezek a Máriós pályák. Ájjajajajaj. Na, mindjárt csúszok. Tényleg ez jó kis pályarész volt, ez tetszett egy maga az épület. Kár, hogy valahogy viszonylag egyszerű volt, de... Legalább hamar végeztünk. Itt még mi lesz egy másik ajtó, azt nem felejtettem el, mert csak figyeljek ki. Szóval nem tudok társadalmunké. Itt csapda is, és 41 zár is van rajta, úgyhogy remélt elfelejtem, kis javítás. Na, jó, ez lesz. Szuper.
Mr. Lopik ismét támadásba lendül. Ó. Szerintem az ás kell inkább. Hoppá! Te nem úgy nézel ki, mint egy másik ilyen kultista. Kérlek, segíts kijutni innen, mielőtt elvégzik a szentségtelen rituáléjukat, amit velem terveztek. Hoppá! Elraboltak, amíg utaztam a férjemmel, Szazonnal, vagy kivel. Kérlek, segíts nekünk, segíts nekem megmenekülni, és visszatérni hozzá. Segítesz, ugye? Kövess, kijutottlak innen, vagy bocs, nem akarok belekeveredni. Hát segítek neki, persze. És vicces, hogy pont ez a kis félreeső hely volt, ahol ugye ő raboskodott, és így ezt ugye a végére hagytam, most ki van pucolva az egész dungeon. Jó. Nyelvileg minden gond nélkül ki tudunk menni. Jó, szuper. Ja, remélem elég, ha viszem a dungeonban, nem kell férjeig visszamennem, bár ha a városban ugye ahova megyek, akkor végül is az is beleférhet, még ott a hídon átszólok, aztán jó formán már visszaértem. Na, jössz itt vagy, ugye? Nagyon jó. Értsen. Hát találjuk meg a férjedet, de... Még azért valami támpontot kaphattam volna, hogy mégis merre keressem, de oké. Okay. Vagy leugrom valahol, akkor ő is próbál majd ugrani, de nem fog tudni. Jó, ezt lehet még rosszabb. Ne, ne, gyere, jaj. Na, hát ez mindegy, itt fog ragadni, nem érdekel. Leugrok, le tud jönni. Na, átbágzódott valahogy, szuper. És most mondd, hogy merre keresem a férjedet. És fogalmam nincsen. Annyira jó a memóriám, lehet, hogy itt tényleg beszéltem a környéken van fiszkóval, de fogalmam nincs, hogy őszinte nem rémlik. Na, amit talán az lehet. Vérablok, mindjárt kiderül. Hát... Igen. Ennek a fickónak már volt egy szíve választatja. De már csak volt sajnos. Na, megelkadt a kerítésbe, jól van. Kedves, hogy csinálják veled. Nem körbejárni ezt a shrine-t is szó szerint. Mit csinálsz? Ha Istenem, gyere már! Nem baj, nem is baj, hogy kicsit előrébb jövök az ilyeneket, kipucolom előre. Nem akarnak lehagyni, nyugodjál meg, csak gyere, légy szíves. Oké. Okay. Hát azt gondolom, hogy nem kell ilyen messze bősfényre visszavenni, de most ide benézek azért. De... Na cool, majd jutunk lassan. Nem láttam se a városra a dungeont. Vissza, mit csinálsz? Vissza? Mindenképp be akarja járni ezt az útvonalat, amit én bejártam, csodálatos. Na. Nem hiszem, hogy ott van valami támpont, hogy mondta, hogy hol a férje. East of the Shrine, oké. Okay. Tehát... valahol erre?
Ó, istenként, gyere már. Ez lassított felvétel, nézd is rossz. Gyerünk már. Na jó, hogy megnéztem a quest logomat, meg kiderült, hogy előleg keletre van a shrine-tal a fickó. Hát ott a banditák azok, gyerítem, nem azok voltak. Úgyhogy... mondjuk előleg az irány az hasonló, úgyhogy lehet, hogy a banditáknak a sátrában mondjuk érdemes körülnézni. Például. Itt a környéken. Hoppá! Reméljük nem ez volt a férje. De nem hiszem. Az átpörgetem a többi cuccát is, de nem várok sok mindent. Néztem, jó. Rodjék, gyere velem. Basket moving, jó. Csössz. Oké, azt mondta, hogy keletre a shrine-tól. Ez volt a shrine, elvileg az keleti irány. Hát... akkor már kiseríteni a hölgyet. De még jól be is láttam a táját, és nem látok semmit. Csak nem a bányában van. Ez nem, hogy már. Tényleg eljutok meg útban, meg mindenhol, nem igaz. Ez a dungeon, ezt nem szemezget velem, de... ezt nem hiszem el. Hol lehet ez a fickó? Nem találom egyszerűen a fickót. Nem akarok szemétlenül voltam, segítek, de hát abszolút nem. Nem látom. Szóval, hogy egy kicsit lemaradt. Na. Meg tudom azért találni, hogyha nagyon muszáj. East of the Shrine. Tehát akkor most itt visszamegyek a dombok között, a Shrine-hoz. Előjén kelet felől közelítem a Shrine-t. Elmegyek még ide is, kicsit. Hát ez már nem az. Nem tudom, hogy hova tűnt szerencsétlenek a fickója, de... ezt le akarnám tudni, hogy ott a városban vannak, megmondom őszintén, de... miért is lenne az olyan egyszerű, ugyebár? Hol lehet a fickó? Jó, azt hiszem megvan a még, de van, kölcs. Hát ez egy fura. És
És mindenképp lefutja azt, amit én lefutottam, hogy eszméletlen. Nem tudom, mi lett a fickójával, vagy én bambultam be valamit, vagy elkapták a banditák, vagy én nem tudom. Sehol nem látok senkit. Na jó. Hát most, de ez nem fog menni szerintem. Fogalmam is, hol van a fickó. Viszont a keletre, de hát. És Shrine kiáltától itt valóítan a komplexumban, vagy -e? Nem értem egyszerűen. Lehet, hogy részén. Nem minden. Ez nem volt itt a humanoid. Na, hogy ez nem az volt. De nem az volt. Hát én sehol nem látok. Férjeket. Semmit. Az irány, hát én nem tudom ezt. Az Elder Scrolls hegymászás. Hát sajnálom, hölgyet itt hagyjuk, kész. Ennyi, eddig bírtuk, bírtam. Gyurlennel. Hát igen, ezért nagyon jók idézőjelben a Morrowind-es questek, ha most ez egy fő quest lenne, meg kell találnom azt a fickót. Hát feladnál lesz két rendesen, fogalmam is, hol menjek itt tényleg. Elindultam nagyjából a kelet irányba, majd néztem pár helyet, nem láttam. Nem igazán lehet ennél több mindent csinálni, ez a baj. Jó is, meg rossz is. Na. Én is nagyon örülök. Jelenleg megérkeztünk a Velotiba. Na és akkor kinek kéne adni ezt a potion meg? Hoppá! Jó, itt, jó, itt. Aha. Így van, elhagyta a falut, így van, így van. Aha, ugye ez volt ez a város, jó. Na szóval... ez is csak a Redoran questet, hogy hogy állunk. Ahhoz Redoran. És akkor Deliver Curious Potion, azt mondja, volt. Teldin Viritnek kell odaadni. Teldin Virit, na. Nincs jótors rangja, de ő képviseli itt a Radoránokat, Radorán érdekeket. Nézzük, hát ő lesz az. És ő az. Ha, szuper. Curious Potion. Igen, meghoztam. Nagyon jó, az Arvel család hálás lesz, tehetek érted bármit.
Van néhány teendő, már a család nézik. Tényleg évek óta. Lalu connection, vagy kapcsolaték ellenére őszinte becsületes polgáraknak tűnnek. Aha, még nem ad újabb küldetést, hanem előbb beszéljek ugye azzal, aki adta a küldetést, hogy sikerült. És akkor majd később egy kicsit domálgathatunk másról, jó? Oké. Ez egy gyerekes bizniszelés. Semmi nincs eladó, ő csak vesz. Hát figyelj, ez is egy üzleti modell, de olyan embert nem láttam, aki csak vette a cuccokat, és abból így hirtelen pénzre is lopva meggazdagodott, de mégis speciális helyzetbe ki tudja, mert hogy össze lehet hozni. Ezeket most nem szeretnénk. Persze, fogalmam nincs, miért ne. Nem tudom, hogy aludják ennek a nem neki, de másik fickónak, vagy ne. Wow. Hát itt aztán van minden rendesen. Most másik felé jöttem ki, úgy néz ki. Aha, oké. Ugye ezt nem mondok, hogy ez ott a fickója. What do you want of me, Outlander? Nem. Ó, ennek véletlen árulta még, hogy a romokhoz ment a rabszolga. Upszika, mindegy. Na. Azért körbefutom ezt a kis települést, ha már itt vagyok. És akkor elvileg mehetek vissza ugye a Redoranos dolgokat lejelenteni, mi lett? Hát itt nem fogok végkérdezni mindent, úgyhogy... Úgy veszem, hogy most nem mondott érdekes információt. Furcsák itt néha. Hát, igen, itt sok minden nincs igazából. Sőt, mondhatni, jó falán semmi. Llamas die and their flesh serve to sweeten the soil. Na ő is ilyen szektás, nagyon be van kattalva. Nem is támad? Nem, hát persze. Hát igen, ugye meséltek is néhány előttől nem fognak ugrani, akikre nem tetszik, hogy megjött nele vár. Akkor megpróbálnak akár erővel is így megölni, vagy valamit csinálni. Hát én visszavezetném a szerencsétlen fickót, de nem akart velem jönni. És már nem érdekel, nem köszönök, nem vezetem vissza. Dumáltam el, azt mondta, hogy ne szóljak senkinek, aztán készít. Úgy volt. Megpróbáltam, de nem kelt neki a szabadság. Miért ki volt? Ha, jó. Na most vagyok ott, hogy akkor itt végeztünk. Nem Inda. Na, ez nem Inda hol volt, de jó. Elvileg nem Inda. Ez mindjárt mondom, Aldrumba volt, azt hiszem. Fú, már tudnám, hogy az hol volt, ugye?
Igen. Azt mondta, hogy Gnézisbe jöjjek el, úgyhogy onnan Gnézisbe talán vissza is tudok hajózni. Nem könnyű az előlépés, látjátok, mit már nem kell tenni a karrierért. Nagyon szuper. Beláztam ezt a súldözőmet, és még le is vágom az utat. Jó, ez a levitáció, azt nagyon-nagyon sajnálom, hogy kivették az újabb részekből. Nyilván volt egy olyan olvasat is a dolognak, hogy egy kicsit túl csítes. Túl sok lehetőség, meg aztán nem lehet lezárni jól a régiókat sem, ugye így, meg stb., de jó pofa volt, na, nem tetszett. Hát, bár már lehet, hogy megbánom ezt a sok scrollt is, de mindegy. 10.000 törés, az rajtunk nem foghat ki. Na, javítást azért nem nyomunk. Egész. Komolyan. Igen, hát ez nem sok minden. Na, és akkor itt balra. Valahogy így. Bármi is volt, nem érdekel. Mindegy, ott hagyom, kész. Igen. Egy kis gyalogtúra. Na, gyerünk. Nagyon szuper. Au. Össze is töröm magam közben. Gnézis, oké. Okay. Én sokszor jártam, de megsejtettem kb. A város nevét. Egy őr mászott ki oda? Hol látom? Biztos látott valami lényt, amit leölt. Where is your uniform? Kitalálom. Nem kell nem mondok semmit. Na. Felvehetni, azt hiszem még nálam van, de mindegy, hagyjuk, opá. Habár próbáljuk meggyőzködni. Hát még se jó ötlet. Na. És akkor innen Aldrumba. Így van. Szerencsétlen potion szállítást nagyon ezen. Na, amikor nincs éppen egy bazin, egy homokvihar, egész jól néz ki Aldrum is. Ezt a mézsgődös tífes valamit kéne már lezárnom végre. Nem tudom, valami, hogy kilépek a Thief Guildből, ott adhatok, hogy nincsen. Az miatt, hogy hasznos lenne. Lekenszelezni azokat a questjémet. És rányomtam ugye, hogy oké, oké. Aztán persze nem csináltam semmit velük, de mindegy. Fighters Guildes questekért is azért akadtam, mert összekadott a Thief Guild-del valahol, azt hiszem, aztán nem tudtam, hogy tudjam az NPC-t. Jó, van előtt neked, na. Ó, Isten, miért? Na jó, ez a szállalom kategória, de át kell lebegnem, mert annyira szerencsétlenül lehet itt közlekedni. Na. Tehát ez a levitáció, főleg ezzel a sok ilyen kis hülye buggal ugye, nagyon-nagyon hamar alapvetővé válik igazából. Na, leszállítottam a potion-et, örüljél. Igen. Szép munka, bemelszel, hallottam, hogy elszállítottad ezt a potion-t. Szóval, hogyha készen állsz, még több feladatra, hát ma ne. Redran Trader eltűnt.
Valakinek meg kell találni a Matisse Dalobert. Persze. Matisse Dalobert egy ilyen üzletember, ugye egy trader, aki minden hónapban átjött Adrumba. Valószínűleg Márgán vagy Gnizis felé indult. Beszéljek az emberekkel Márgánban, és találjam ki, hogy mit, bárki tudja, mi történt, bejelölj őket nekem a térképen. Tök jó, mert ez a Márgán ez nem ismerős, úgyhogy advancement, na-na. Igen, promotálva lettem Oatmanre, ami nem tudom micsoda, de tök jó, király. A tisztelő bár. Márgán. Jó, kis nyomozás. Jöhet. Már is megint. Na. Ez az. Ez az. Ó, de jó, mindenki rá tudomból. Nem akadtam ez. Szuper. Na, nézzük, hol van ez a már. Akármi. Márom, Gnézis. Ez ott a Márgán. Ha. Érdekes. Bizony. Jó, indulunk el Márgán belőször. Jó, ez a bazi nagy. Nem tudom, óriás gomba, vagy mi ez. Hegyeken kell majd átkelni, ami tuti kellene fog a levitáció. Na, az irány az elvileg. Jó. Ez a Márgán az élőben van. Tehát elvileg ott jártam, de nem ugrik most be egy hirtelen, hogy mi volt ott, vagy miért jártam ott. Csak lepattantam mondjuk a Seal Striderről, és oda néztem, vagy csináltam is ott valamit. Ez érdekes, mert a Ghost Fences régiót levédik. Ó, az itt van a zombi. Igen, be... Hoppá. Már Ghost Fence-en belőle is beeshetnék, berepülhetnék. Na, mi van itt? Egész jó kis táj. Ez tetszik azért így, hogy be lehet látni. Ez marha jó. Látszanak is sorba a kis Dreamer Dungeon-ök. Talán nem is voltam még egy-kettőbe. Még egyszer lesz, itt az már a gana. Small Vision Orso Padre. Jó, úgy is láttam, hogy hol van. Nem tudom, mi utakon kéne oda eljutni, de... Hoppá! Bajos lesz, bajos lesz. Fogok egy pihenni. Tudok, szuper. Egy kicsit elpüljünk. Kicsit lassúcskán tudunk csak sajnos, hogy még egy utántöltés meg kell nyomnom belőle. Ezt még most le kell csapni, még miért nem kezd el videózni, a persze, hogy most kezd el videózni. Majdnem ott lennék, csak mégse. Nem fog odáig átérni, attól tartok. Aha. Ennyire közel a Ghost Fence, ez a kis falu. Nem jó, le fogok esni. Ejj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 
Na, erre lejjebb esett, király. Elder Scrolls hegymászás, igen. Most meg beakadtam, mi? Ez miért van, sem beragadtam a falba, ugye nem? Ne. Nem tudok pihenni se. Rosszat sejtek, igen, ez egy teleport lesz. Hát de szuper.
Most imádkozzak, hogy nem kerülök még rosszabb helyre, bár szerintem Gnézbe pont bedobott. Vagy Aldrumba? Aldrumba. Hú, de szuper. Na jó. És megpróbálok úgy közlekedni, mint hogyha kereskedő lennék és azután közlekednék. Miért illegális itt? Mert a városban vagyok. Kinyílik a városkapun, akkor már legális lesz. Még nem. Itt sem. Hopp, tölt egyet. Meg itt sem, de miért? Itt sem, hát ezt nem értem. Wow, az meg ott. Kicsoda. Megint eltévedt valaki. Kérlek, tudsz nekem segíteni? Férjem és én együtt utaztunk, és megtámadtak minket a Nyxhoundok. Legalább három volt belőlük, sem jöttek elő. Drerel Indaren a férje megpróbált harcolni, de túl sokan voltak és el kellett menekülnie. Próbálta magát halottnak tettetni, és hát remélhetőleg megtalálják előbb a férjét, mint a kutyák. Oké. Okay. The West, tanulkodság, Cambridge-ről, oké. West fele azt mondja, tehát... fel valamelyet. Ó, nem most töltögesett, na. Kutyákat már látom. Jössz, vagy nem jössz? De jaj, fontos nem tölteket. Itt a zóna határon mozog a marhára. Na, a Nyxhoundok meg voltak, de hol a fickó? Hát, hogyha kicsit pessimist vagyok, mondanám, hogy menet, hogy hullát kell keresni. Egy kutya, két kutya, hol a fickó? Mit akarsz csinálni? A Cliff Racer tagozódás, meg ez meg az. Hát... azt mondta a fickó nincs messze, de hát... érdekes. Egy oldali manőverek voltak. Még azt mondja, hogy mellékvesztem jelentre a figyelmem, és ami egy tök egyszerű dolognak tűnik, utána meg így elhúzódik, hogy nem is találom azt a fickót, akiről beszél. Ó, Isten. Most belátom itt a félhegyet, és nem látom a fickót, tehát... Repülök megint beszélni vele, hogy hát itt a Nyxhoundok után valami update jön, de nem hiszem. Ah, istenkém, itt sincs senki, semmi. Bár ültények jól emlékezett, mert Nyxhoundok arra voltak. Jó, hát... hoppá, ott van, hoppá, ott van. Megvan. Na most ezt megint vigye be valaki alapjátéka, úgyhogy látótávolság kb. Nulla. Hát sok sikert. Na, most gyorsan kövessél, igen. Így van, szerintem is, hogy jössz utána. Na. Miért még beaglózunk itt mindenféle cliff racereket.
Azaz, gyere, papi. Jó, na, de erre kell jönni. Na, itt meg már nem fog tudni feljönni, mi? Na, lássuk, mit tudsz. Megkerülni? Mit csinál? Jó, gyere körbe. Ezt utánam? Megveszik a tesz az ember szájába, komolyan mondom, mert szóval annyira tudnak ezek sietni. Gyerünk már. Nem, ezt azért csak megmentettem most már, a másik közben nem is sikerült összehozni a párocskát. Mi a franc támadna meg? És komolyan, mi a ez kellett neked. Na, hála Istennek, megtaláltalak. Sosem gondoltam, hogy újra látlak majd. Nyáldás volt, hogy megtaláltalak. Köszönöm nagyon a segítséget, Remászár. Bárcsak többet adhatnék neked, de kérlek fogod ezt a könyvet. Sokat jelentett a számunkra. Reméljük majd annyi örömet lehet benne, mint mi. Oké, Dancing Fair Chapter 2. Szerintem ezt pont nemrég olvastam sajnos, de... Azért kösz is rácok, belenézek. Hát ha mégse. Nem, ezt még nem olvastam, és a blokkolásomat pont növelte 87-esre. Tehát ez marha hasznos volt. Úgyhogy köszi szépen, ez most tényleg jól jött. És akkor elvileg erre kéne menni. Tehát egy improve speed-es valamit még lehet, hogy már tudna csinálnom mágiát. Azon gondolkodtam. Még itt jöttem baj, hogy itt ilyen rendes utak nem voltak, amik így levágták volna ezt a túrát. Soha nem beleakadni a kerítésbe meg ilyenek. Azért az is gázoló, hogy ilyen bugok vannak sajnos, de hát ez van. Hát persze, megtalál meg, hát persze. Nem, mégse. Ne? Mégis, ne? Még ők sem döntötték el. Körülbelül. Reméljük, hogy tudom őket hagyni, most nem akarok ezzel kilódni egyáltalán. Most nagyon nyomon járok nagyjába. Ó, hogy itt minden van valami. Megy már fel. Viszont. Mi a franc jön már megint? És komolyan. Már persze nyilvás. Nem tudok megpihenni, hogy a levitációt akartam ugye bevarázsolni. Legyen ma nem. Na jó, van a scroll of levitation például, vagy potion. Ez itt a kérdés. Talán néven nem Windwalker? Hú, az a túl Uber, azt nem. Hát ezt nem hiszem el, nem hiszem el. Menj már fel valahol, Isten érted komolyan. Na. Egyszer csak oda találok már valahogy. Aha. És ő már gán. Oké. Okay. Ja, azt hiszem már tudom melyik városa. Hát te...
Yeah, betrayed Lord Dagon, taste his vengeance. Oké. Ennyi. Hát segítsen egy kicsit. Na? Így már? Így se akarsz bosszút állni? Merevelin, hello, én vagyok Merevelin, tetszik. Hát ha nem akarsz bosszút állni, akkor nem. Bár ő mondta, de mindegy. Na innen hol lehet utazni? Csak egy kíváncsiságból, már nem. Andról. Úres Gnézis. Aha. Tehát, hogy igazából full feleslegesen túráztam ide. Nagyon jó. Örülök neki. És ki után kéne képzősködni? Tere. Matisz Dalobár. Matisz Dalobárt kell megkérdezni, jó. Nincs olyan, tartáson folyik rá. Talán az Estonban alatt elég lúra volt, és hogy örülnek, hogy őt nem kapta el. Hát... kicsit még ezek kérdezősködök. Attól félek, hogy ebben a sztoriban az lesz, hogy félúton bebújt valami dungeonbe. Mondom őszintén. Industrial House. Igazából nem azt keresem, valami Ivorra gondoltam, hát ott több info is van. Shrine. Hát, még a Shrine-nál nézzük meg. Wow. Merő ez Devon. Vágtózza ezt a sziklát. Üvegkez vagy valami ilyesmi. Egy kicsit fenyegetni, igazán. Martis Dalbár. Tudom, hogy Estor meg minden, de valami plusz infót mondjatok már, srácok. Hát ez így. Nem sok minden. Á. Talán leszek sokkal okosabb. Mi hát azzal a fiszkóval? Nem hiszem, hogy senki tud erről többet. Aha, mielőtt a vihar becsapott. Láttam valakit, hogy egy Pakuára a Rotan Tomb fele ment. Reméljük, sikerült neki oda jutni. Szóval ez a főúton van. The ride just before the rotor south to Aldrun. Aha, tehát a jobb oldali főúton van. Vagy
Az úttól jobbra van, mielőtt az út elfordul délnek a drón fele. Rotántom. Na, ez már mindjárt egy kis info. Na, ezzel el tudok indulni. Jó, és a kéne, az kész. Na. Mindenhol falak. Jó, itt. Már megint ezek a jóslatos izék. Na. Na, csak nem támad. Azt hittem meggondolja magát. A Sziszki, persze. Tehát... Dreamer, aki nem akart harcolni. Ah, Istenem. Aldrón. Viszont ez úttól jobbra, mielőtt Aldrón felfordul az út. És akkor az így... Már itt jobbra, vagy... Vagy később jobbra. Vajon. Itt felfelé az utcáim, az a baj. Ott van egy dungeon. Hát jó, az. Nézzük meg. Reménykedem benne. Bár a leírás alapján egy ilyen wild goornak kéne ott lenni, vagy hát ilyen goornak ilyen terhordó cuccnak. Az jelezni, hogy esetleg oda ment be. Ott talán szesztreltom. Hát ez elég úgy hangzik. Na. Nagyon szuper. Innen fogunk folytatni legközelebb. Tehát kutatunk egy embert a Radoranos questek sorában. Jelenleg itt húztam el magát a Mokvier elől. Úgyhogy meglátjuk, mi vár a sírban. Él még a fickó, és hogy hogyan haladunk tovább a Radoran házban. Úgyhogy tartsatok meg legközelebb, és addig is sziasztok.